Idén sem volt könnyű a cukorrépa termesztés, mondják a gazdák. Az időjárási viszonyok mellett egy parazita növény, az aranka is támadta az ültetvényt, mutatta Tóth Ákos. A Bács-Fekete-hegyi gazda igyekszik jó hozamot elérni, mert a szerződött tár nem a legkecsegtetőbb. A szedés majd csak októberben kezdődik. Bízunk abba, hogy mégiscsak cukorgyárak ez az elmúlt egy-két év tapasztalata alapján felnyissák a szemüket, hogy lássák, hogy az emberek kezdik most már felhagyni a cukorrépa termesztést, és hogyha valamivel motiválni szeretnék őket, akkor valamit kellene nekik biztosítani. Lódi Gáspár 40 holdon termeszt cukorrépát. A növényzet levele a megszokottnál sokkal kisebb, ami az időjárási viszonyok függvénye. A gazda azt mondta, hogy idén utoljára iktatta vetésszerkezetébe ezt a haszon növényt, mert sem a termés, sem az ár nem hozza meg a beruházást. Úgy látszik, hogy sem a feldolgozónak, sem az államnak nem kifejezett érdeke, hogy menjen a cukortermelés érthetetlen okokból, de ez valójában így van. Nincs a feldolgozásban konkurencia, nem igen működik a piac, és akkor ebből kifolyólag olyan bizonyos módszerekkel, vagy az alacsony cukorfok megállapításával, vagy pedig magas szennyezettség megállapításával, vagy a alacsony árral úgy tudják szabályozni, hogy éppen hogy csak marad rajta valami. A temerini határban közel egy kilósra nőtt meg a répa gyökér. A vetés terület ebben a községben is visszaesett. A valamikori 750-800 hektár helyett az idén csak 300 hektáron szerződtek cukorrépára a gazdák. Tóth László agrármérnök elmondta, hogy fokozott növényápolást igényelt az állomány. A szedést itt is októberre időzítik. Csak azon a parcellákon szedtük fel, ami már eleve nem volt a répa olyan jól kifejlődve, vagy gyöngébb területen, homokos földeken, de amelyik így meg van vigyázva, meg van őrizve, a levél, mint ezen, ahol most vagyunk, és ezt érdemes meghagyni és októberben szedni, amikor már a hozam is jóval több lesz, és a minőség is bízunk benne, hogy az is a cukorfok is majd növekedni fog. A cukorgyárakban már megindult a kampány, de az igazi csúcsidény a következő hetekben várható. A gazdák abban reménykednek, hogy az idén a feldolgozók nem élnek vissza a cukorfok és a tisztátalanság meghatározásában. Különben a tonnánkénti 34 euró nem fedi a termelési költségeket sem.